smanjenje penzija od minimum 20%. Ezt még Lazar Krstić távozó pénzügyminiszter fogalmazta meg a szombati kormányülést követően. Ez volt az egyik ok, amiben nem tudtak megegyezni Alekszandar Vučić kormányfővel. Nisam o tome govorio, govorio sam o fiskalnoj konsolidaciji, rekao sam da se slažem gotovo sa svim merama, ali da se ne slažem sa ciframa. Dušan Vujović gazdasági miniszter szerint azonban még az idén várható a nyugdíjak 10%-os csökkentése. Ezt a szerbiai RTV hétfő reggeli adásában vendégszerepelve jelentette ki. A munkatervezetet hamarosan a kormány elé küldik, hogy eldöntsék, pontosan mennyivel és mikortól lesznek alacsonyabbak a nyugdíjak, tette hozzá Vujović. A nyugdíjak csökkentéséről a szombati kormányülést követően még nem született konkrét döntés. O tome ćemo razgovarati, ali ne, takvu mogućnost svakako ne isključujem. Ali će svakako to biti niže cifra od onih o kojima je govorio gospodin Krstić, iako je u pravu da bi to bilo najzdravije za naše javne financije. A nyugdíj csökkentéséről egyelőre nem is, a nyugdíjrendszer módosításáról már is dönthetnek a köztársasági parlamentben. Januártól fél évente növekszik a nők nyugdíjba vonulásának korhatára. Így ez 2032-re, a férfiakhoz hasonlóan 65 év lesz. A minimális idő, ami nyugdíjra jogosít fel, 15 év. 40 évet kell ledolgozni ahhoz, hogy a férfiak 60 éves kortól, a nők pedig 59,6 évesen mehessenek nyugdíjba. A hiányzó évek után a levonás 0,34% havonta, de ennek maximális értéke 20,4% is lehet.